Jó rajt. Ez is ritkaság. Gillingham húzta a leggyorsabb első 50-et, 30,58-at. Davis világcsúcsának 30,43 század az első 50-e. A hatos pályán úszó szovjet Lozik kezd legerősebben. Az ötösön mellette Szabó József most nem bíz a véletlenre. Második helyen látom, Lozik előtte van ugyan, és a nyolcason Alexejev is igen erősen kezdett. Tán a két szovjet fordul. Szabó nem, negyedik, 30-57-tel minden esetre majdnem egy teljes másodperccel gyorsabban kezdett Szabó. Tehát az ötödik föntről sapka nélkül úszik, innen lehet megismerni, talán ez a legbiztosabb. Lozikot látják ugyan, százhoz közeledve ő vezet. Szabó a harmadik helyen, a másik szovjet Alexeje van a második helyen, Szabó József kissé beleerősít, a túlsoldán Gillingham tart vele fehér sapkában. Tehát a két sapka nélküli közül elől a szovjet, a másik Szabó Jóska, száznál 1.383 a világcsúcs részidő, 300-addal volt csak lassúbb az idő, és a második százra Lozik még mindig 3.7-est hoz előnnyel. Szabó a második helyen, Alexejev a harmadik, Gillingham a negyedik helyen. Szabó beleerősítve megközelíti Lozikot, 150-nél már illenék együtt fordulniuk, Gillingham nagyon jól tart vele, ezek hárman vannak versenyben, Alexejev visszaesett, a spanyol López is, aki egy ideig versenyben volt, Szabó másodiknak fordul majd az utolsó 50-re. A két sapka nélküli, tessék figyelni, egyel följebb a mi fiunk, a fordulónál második helyen Szabó, mindössze 24 századdal ellenfele mögött, és az utolsó 50-re beleerősít. Pillanatnyilag az első, 20-30 méterre van hátra, két karcsapás előnyel Szabó Jóska az elsően. Gyere Joe, ki kell bírni, ez aranyérem lehet, Gillingham nagyon jön rá, de megvan a fél, a 3-4 testhoz előny, még 15 méterre van hátra Szabó Jóskának, még 10 méter, Gillingham óriásit erősít, de a fél testhoz tartja Szabó, gyere Joe, megvan az arany, egy, és most 2:13.52-vel új Európa csúccsal olimpiai aranyérmes Szabó Jóska, és megvan az ötödik.